Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, a Szentírás olvasása és az Eukarisztia ünneplése által nyilatkoztasd ki magad ezeknek a hűséges híveidnek, add, hogy téged mind személyesebben megismerjenek, és másokkal is megoszthassák az örömhírt, hogy élsz. Áld meg ezeket a bibliákat, hogy ez számunkra alapvető imakönyv és az életkönyve legyen, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. A Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Hatalmad alá tartozik, Uram, minden, és senki sem állhat ellen akaratodnak. Te teremtettél mindent, az eget, a földet, és mindent, amit az ég határa magába foglal. Te vagy a mindenség ura. Eszter könyvének szavaival köszönt bennünket az Anya Szent Egyház évközi 27. vasárnapon. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt a templomban, és azokat is, akik a televízión keresztül kapcsolódnak bele a mai ünnepi szentmisénkbe. Szeptember utolsó vasárnapján, minden esztendőben Szentírás vasárnapját ünnepeljük. Az Isten szeretetének a könyvét, amely által tanít bennünket, mindannyiunkat az örök életre vezető útra, és hív bennünket az Isten országába, ahová Jézus előttünk ment, hogy helyet készítsön mindannyiunk számára. A bűn és emberi gyarlóságaink azok, amelyek megakadályoznak bennünket ezen az úton. Ezért most a szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, kérjük Isten bocsánatát, hogy tiszta szívvel ünnepelhessük az ő szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Mindenható örök Isten, Te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árazd ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. Jaj a gondtalanul élőknek Sionban, és Szamária hegyén az elbizakodottaknak. Elefántsont ágyban alusznak, fekvőhelyéken henyélnek, lakmároznak a nyágy bárányaiból és a csorda ökreiből. Hárfaszó mellett nótáznak, mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak, korsóból iszák a bort, finom olajjal kenik magukat. József végzete miatt bizony nem bánkódnak. Ezért lám, most a száműzöttek élén mennek a fogságba, és véget ér a henyélők tobzódása. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből. Szeretett fiam, te Isten embere, menekülj a bajkeverőktől. Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást. Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesíts megbízatásodat büntetlenül és fedhetetlenül Úrunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Ezt a kellő időben megmutatja majd a boldog és egyedül uralkodó, a királyok királya és urak ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott és nem is láthat. Övé a dicsőség
és az örök hatalom. Amen. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta, volt egy gazdag ember, bíborba és patyolatba öltözködött, és minden nap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt lefekéllyel. Szívesen jól lakott volna az ételmaradékokból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai között feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a kebelén Lázárt. Felkiáltott, atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, küldd el Lázárt, hogy újja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelte Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig oda hát gyötrődöl. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadék tántok, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám kiáltotta újra, küld előtt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte, van Mózesük és vannak prófétáink, azokra hallgassanak. Ám az erősködött, nem teszik atyám Ábrahám, de ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, mindannyiunk számára nagyon jól ismert bibliai tanítás, példabeszéd, amit a mai evangéliumban hallunk, a dúsgazdagról és a szegény Lázárról.
A dusgazdagról halljuk, hogy bíborban és patyolatban járt kelt. Minden nap megengedhette magának, hogy mulatságokat, ünnepségeket szervezzen, azokra meghívhassa barátait, mindazokat, akik belefértek az ő érdekszférájába, akiktől talán viszonzást is várhatott, hogy majd ők is meghívják. És ott volt ez a szegény ember. Érdekes, hogy a Szentírásban, Jézus a példabeszédben a dusgazdagnak a nevét nem említi, a szegény pedig Lázárnak hívja, akinek a neve ennyit jelent, hogy Isten megsegíti őt. Ez a szegény ember, akinek a teste tele volt fekélyekkel, ott ült ennek a gazdagnak a kapujában. És milyen érdekes, hogy ez a gazdag nem törődött vele. Valahányszor elhaladt az ő hazája háza felé, átlépett ezen a szegény emberen. Kiderül a példabeszédből az is, hogy csak azokból a morzsákból, ami lehullott az asztaláról, abból kaphatott a szegény Lázár, tehát még csak meg se osztotta vele azt, amilyen volt. És talán nagyon kevés lenne az, hogyha csak a szegénységről és a gazdagságról gondolkodnánk, elmélkednénk ennek az evangéliumi példabeszédnek a hallgatása közben. Hiszen itt a dusgazdagság, amiről Jézus akar tanítani, jelent pénzt, jelent hatalmat, jelent korrupciót, jelent vagyont, jelent erőszakot, erőszakot a családban, kizsákmányolást. És talán a leglényegesebb, hogy mindennek a gyökere az önzés és a gőg. És a másik oldalról ott van ezzel a dusgazdaggal szemben a szegény, akit kizsákmányolnak, aki hiányt szenved, és aki állandó megaláztatásban él. És úgy tűnik, hogy ebben a nehéz és reménytelen helyzetében, mint ahogy a neve is jelzi, hisz abban, hogy Isten megsegíti őt. Hisz abban, hogy egyszer vége lesz az ő kiszolgáltatottságának, a mű megaláztatásának, és eljön majd egyszer az az idő, amikor Isten betölti és jutalmazza őt. És valóban el is jön, hiszen a következő szakaszban azt olvassuk, hogy meghalt szegény Lázár, és az angyalok őt Ábrahám kebelére vették. A gazdag is meghalt, és eltemették. Milyen érdekes, hogy még csak ebben a két mondatban is Jézus rámutat a lényegre, hogy habár ez a szegény Lázár nélkülözött, és semmiese volt, és elképzelhető az is, hogy amikor ott a gazdagnak a kapujában meghalt, akkor úgy vélték, hogy elpusztult, testét talán el se temették, hanem valahová a városon kívül egy félreheső helyre kidobták. Mégis az angyalok az ő lelkét Ábrahám kebelére viszik. És meghal a gazdag is, pompás temetéssel, talán a legszebb temetői részben adnak helyet számára. De számára ez az időszak, ami akkor kezdődik, az már a gyötrelemnek az ideje. Krisztusban, kedves testvéreim, rámutat Jézus erre, hogy a halál tulajdonképpen az a kapu, amely eldönti, hogy milyen lesz az embernek az örök sorsa. Hogy a mennyországba, vagy a kínzásokkal teli gyötrelem helyére fog kerülni. És egyértelművé válik Jézus tanításából az, hogy ez a kapu itt van a földi életben. Nem a halál után, hanem itt a földi életben döntheti el az ember, hogy a dusgazdag módjára éle,
pénzt, hatalmat, korrupciót, vagyont, erőszakot, kizsákmányolást, önzés és gőgöt hordozva a szívében, vagy pedig azon a kapun lép be, amely Ábrahám kebelére, az igazak közé fogja őt vinni. És látjuk, hogy ez a dusgazdag még ott sem nyugszik. Onnan át kiabál Ábrahámnak. Elvárja, hogy ez a szegény Lázár, akire ő életében nem sok figyelmet fordított, most jöjjön és újja hegyét mártsa vízbe, és enyhítsa az ő gyötrődését, az ő szomját. És mit mond neki Ábrahám, hogy emlékszel? Te oda állt bíborban és patyolatban, jólétben, gazdagságban éltél. Ő pedig neki minden kijutott a földi életből. A szenvedés, a fájdalom, a megalázottság. És most ő itt örül. Itt nyeri el az Istentől a jutalmat. Krisztusban, kedves testvéreim, érdemes nekünk is belegondolnunk abban, hogy mi is mindannyian, mióta megszülettünk, mi is a halál kapuja felé haladunk. És választhatunk önmagunk számára két ösvényt, két utat. Az egyik a dúsgazdagnak az útja, a másik a szegény Lázári. Az egyik út az, aki csak önmagában bízik, aki ennek a földi életnek az élvezeteit, szépségét, gyönyörét akarja kihasználni önző módon, a másik pedig, aki bízik, hogy Isten megsegíti őt, hogy Isten lesz az ő jutalma, aki tudja helyesen használni, mint ahogy egy héttel ezelőtt is hallottuk Jézus tanításából, tudja helyesen használni ennek a világnak a kincseit, mammonját, úgy használni, hogy az az örök életben ne vádolja őt, hanem felemelje, igazolja őt, hogy jól tudta használni ennek a világi életnek a kincseit. És aztán ott van egy másik gondolat, ami talán már ránk jobban is vonatkozik, amikor elkezdi ez a dusgazda kiabálni, hogy akkor küld el őt, küld el testvéreimhez. Öt testvérem él még ott a föld életben, küld el, hogy figyelmeztesse őket. És mit mond Ábrahám? Vannak papjaik, vannak profétáik. És a mai napon talán aktuális, hogy azt mondja a mi számunkra, hogy van szentírásotok, van bibliátok. Tudtok olvasni. Mindenki számára elérhető az Isten szava. Hát olvassátok. Higgyetek. És kövessétek. Hiszen ez az a szentírás, ez az az irat, az Isten kinyilatkoztatása, az Isten szeretet lehellete mindannyiunk számára, amely segít bennünket az örök élet felé vezető úton. Azt mondja, hogy ha valaki a halottak közül feltámadna, ha valaki visszamenne és figyelmeztetné őket, akkor hinnének. Krisztusban, kedves testvéreim, mi hiszünk. Nekünk elég erős a hitünk. Hiszen mi már tudjuk azt, hogy Jézus feltámadt. Jézus visszajött a halálból. Jézus legyőzte a bűnt és a halált. És ő hívott meg bennünket, hogy az Isten megsegít bennünket az örök élet felé vezető úton, hogyha mi is akarjuk. Hogy hallgatunk az egyház szavára. Hogyha egységben vagyunk Krisztussal, egységben vagyunk az Anyaszent Egyházzal, és hogyha a Szentírás szava vezet bennünket, mindannyiunkat. Krisztusban, kedves testvéreim, azt mondja ez a dúsgazdag, amikor Ábrahám beszél neki a papokról és a prófétákról, de nem teszik. És mi tesszük. Mi hallgatunk az Anyaszent Egyház szavára?
Elővesszük-e a Szentírást? Nem csak így évente egyszer, amikor ünnepélyesen kihelyezzük a templomba, talán ma többet vesszük a kezünkbe, vagy többen előveszik a Bibliát, hanem életünk minden napján. Akarjuk-e? Hisszük-e, hogy a Szentírás szavai által mindannyian az örök életre juthatunk? Segítsen bennünket Isten szent lelke, hogy ne csak gondoljunk, ne csak vágyakozzunk, ne csak bízzunk az Isten szavába és a Szentírásnak az ígéreteiben, hanem tegyünk is meg mindent, hogy a halálunk előtt azon az úton tudjunk belépni az ajtón, amely az örök életre vezet, amelyen az Isten megsegít és besegít bennünket, mindannyiunkat a mennyek országába. Amen. Krisztusban, kedves testvérek, a következő esztendőben, 2020. szeptember 13-án Budapesten rendezik meg a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust. És ezen a nyitó szentmisén a Kárpát-medence egyes közösségeiből, illetve minden közösségéből meghívták azokat a gyermekeket, akik szentáldozásra készülnek, hogy ők ott járuljanak először a szentáldozáshoz. Most az oltár elé szólítom egyházközségünknek azon 4 gyermekét, akik szüleik felügyelete mellett, hitoktató felügyeletével egy éven keresztül készülnek majd az első szentáldozásra, és egy év múlva majd Budapesten az Eukarisztikus Kongresszus alkalmával fogják először magukhoz venni Jézust. Lépjenek tehát elő azok, akik az első áldozásra készülnek. Most, mielőtt megkezdenünk ezt az egyéves felkészülést, benneteket is, akik édesanyátok mellett álltok a mai napon, és az egész egyházközséget is meghívlak, hogy újítsuk meg a kerességi fogadásunkat. Ezért most kérdezlek benneteket, ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek? Ellene mondotok. Ellene mondotok-e a gonosz csábításainak, hogy a bűn soha se uralkodjék rajtatok? Ellene mondom. Ellene mondotok-e az ördögnek, aki a bűn szerzője és fejedelme? Ellene mondom. Hisztek-e a mindenható Atya Istenben, a menny és a föld teremtőjében? Hiszek. Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? Hiszel. Hisztek-e a Szent Lélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Hiszek. A mindenható Atya Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk vízből és Szentlélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban az örök életre. Amen. Teljesen jó, amit megkezdett benne. Isten tegye teljesen jót, amit megkezdett.
Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennem. Az Anya Szent Egyház nevében adom neked a Szentírást, olvassad és ismerd benne Krisztust. Amen. Az Anya Szent Egyház nevébe adom neked a Szentírást, olvassad és ismerd meg Krisztust. Amen. Az Anya Szent Egyház nevében adom neked a Szentírást, olvassad és ismerd meg Krisztust. Amen. Az Anya Szent Egyház nevében adom neked a Szentírást, olvassad és ismerd meg Krisztust. Amen. Testvéreim, a mennyei Atyánk meghallgatja könyörgő szavunkat, forduljunk hozzá erős hittel és gyermeki bizalommal. Hogy a jólét és öröm napjaiban se felejtkezünk el ínséget, szenvedő embertársainkról. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy az Anya Szent Egyház hirdessen és jó példával mutassa, hogyan kell törődnünk a szegényekkel és a betegekkel. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy az emberiség közös összefogása mentse meg az éhínséget és a járványok, a háborúk és a természeti csapások szenvedő áldozatait. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy isteni figyelmeztetésnek vegyük, ha valaki bűneik és molasztásaik miatt korhol minket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy üdvös félelmet érezzük az örök kárhozatól és visszaretenjük a bűntől. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a megholt hívekért ne felítkezünk el, naponta imádkozunk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, oltalmunk és erősségünk, te vagy minden jó gondolat, szándék és cselekedet szerzője. Figyelj egyházat könyörgésére, engedd, hogy amit hívő lélekkel eléd terjesztünk, mindazt meg is nyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyházára. Kérünk, Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, és a szent titkokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, tedd teljessé megváltásunkat, és szentelj meg minket, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ki megszámva a tévejkő embert világra született a Szent Szűztől, majd kereszt haláláltól az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a sírból örök életet ajándékozott nékünk. És ezért mi is, miként az angyalok és főhangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt, vég nélkül énekeljük. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hitte halljuk föltámadásodat. Amen.
feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra miatt adtál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörül kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Nepomuki Szent Jánossal és Szent István királlyal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért zengjük nagy bizalommal. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mondottad apostolainak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodó mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Egymást a béke jelében. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megüldül az én lelkem. Lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szent fiat képmására, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Köszönöm, kedves testvéreim! Kívánom mindannyiunk számára, hogy ezt a mai vasárnapot, Szentírás vasárnapját, valóban a Szentírás megismerésében tudjuk eltölteni a mai napon is, és az elkövetkezendő héten is. Vegyük elő gyakrabban a Szentírást, hogyha ott van az asztalon, ahol imádkozni szoktunk, akkor azért, hogyha a polcon van, akkor vegyük le, poroljuk le, és azért, de mindenképpen
olvassuk, hogy megismerjük az Isten szeretetét, és hogy a halál kapuja majd ne az ítéletre és a gyötrődésre, hanem az örök életre vezessen bennünket, Ábrahám kebelére, az Isten országába. Az Úr legyen veletek! Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket. Istenünknek és Szent Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében és szeretetében. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, te légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozatjaira. Amen.